Szeretettel köszöntök mindenkit. Fogjuk rá a szemerkélő esőre és a mai rossz időre, hogy most ilyen szűk családi körben vagyunk, hogy mondjam. És szeretettel köszöntöm elsősorban a kiállítókat, Sejli Pált és Sivog Zoltánt. Sejli Pétert és Sivog Zoltánt, akik elhozták az anyagokat. Fordítva Sivog Zoltánt és Sejli Pétert, mert Zoltánnak van itt több anyaga, lényegesen több anyaga. Illetve nagyon köszönöm Négyesi Lajosnak, hogy elvállalta a kiállítás megnyitását. De mielőtt megkérdezem is be a kiállítást, előtte meglepetésként Panni nénitől hallgassunk meg egy verset. Mindjárt örömére, de ők elsősorban a kiállítóknak szánta ezt a verset. Igen. Ady Endre, krónikás ének 1918-ból. Iszonyú dolgok mostan történülnek. Népek népekkel egymás ellen gyűlnek. Bűnösök és jók egyént keserülnek, s ember hitei kivált meggyöngülnek. Ember hajléki már rég nem épülnek, szívek, tűzhelyek, agyak de sérülnek. Kik olvasandják ezt, majd elképülnek, ha ő szívükben hív érzések fűnek. Jaj, hogy szép álmok ígyen elszörnyülnek. Jaj, hogy mindenek igába görgyülnek. Jaj, hogy itt most már nem is lelkesülnek, s mégis idegen pokol lángján sülnek. Itt most vérfolyók partból kitérülnek. Itt most már minden leendők gyérülnek. Itt a régi átkok mélyesre mélyülnek, jaj, mik készülnek? Jaj, mik is készülnek? Hegedűs fickók többet hegedülnek. Olcsó cécókon ezerek vegyülnek, rúd zsiványarcok ékesre derülnek, s ilyet szelidek szökve menekülnek. Lámpás, szép fejek sután megszédülnek, emberségesek igen megrémülnek. Ifjakik voltak, hopra megvénülnek, s a föld lakói dökhalmokba dűlnek. Húskedvű anyák keservesen szülnek, labdázó fiúk halálba merülnek. Ős szép kemencék sorjukban elhűlnek, s kedvelt szüzeink utcára kerülnek. Szegény emberek mégsem csömörülnek. Buták, fáradtak és néha örülnek. Szegény emberek mindent kitörülnek emlékeikből, mert csak ölnek, ölnek. Szegény emberek ölnek, és csak ölnek, s láz álmaikban boldogan békülnek, s reggelre kelvén megint megdühödnek, kárhoznak, halnak, vadakká törpülnek. Halálmezőkön vitófák épülnek. Nagy tetejükre kövér varjak ülnek. Unják a hullát el, s visszaröpülnek. De az emberek meg nem csömörülnek. Köszönöm szépen. Csak oké, Lajos. Köszönöm szépen a felkérést. Kérdésnek a megnyitására egy hozzánk közel álló témáról van szó, az első világháborúról. Ülő szívesen beszélek, csak hallgass legyen, aki meghallgassa. És ugye ez egy nagyon jó apropó ez a kiállítás. Azt gondolom, hogy az első világháború az az esemény Európa, tehát a világ, inkább a világ történelmében, amit azóta se tudtunk feldolgozni. Ez nem azt jelenti, hogy a második világháborút fel tudtuk dolgozni, de ugye az első világháborúval kezdődött el az a sorozat, ami, ahol a háború, a konfliktus túlnőtt az ember határain, az ember lehetőségein. Hát egy olyan konfliktus sikerült kirobbantani 1914-ben a hatalmaknak, ami
utána nem tudtak megállítani. Ugye nem volt lehetőség arra, hogy egy békével kultúráltan befejezzék ezt a háborúskodást, hanem az országnak kellett kimerülni. És ugye ennek nem kis részben az volt az oka, hogy ez volt az a háború, amit először igen nagy méretekben a sorozott hadseregek vívtak. Ugye a sorozott hadseregek első megjelenése az a nagy francia forradalom időszakára tehető, ahol forradalmi kötelesség volt a francia népnek, hogy bevonuljon a hadseregbe és ott szolgálatot teljesítsen. De még nem ez az igazi sorozott hadsereg, hiszen az igazi sorozott hadsereg akkor jelenik meg, amikor kiterjesztik a választójogot, és ugye szélesebb néptömegek kapnak beleszólást a politikába, ezért cserébe egy állampolgári kötelesség lesz az, hogy részt vegyenek a háborúban, az ország védelmében, az ország hatalmi törekvéseit szolgáló háborúban. És míg korábban az emberek jelentős része háborút csak kívülről nézte, és a katonáskodás az egy szakma, az egy professzió volt a mindennapi életben, és csak esetleg szenvedést okozott az embereknek, de a háború az, hogy kívül maradt az emberek mindennapjain. Ehhez képest a sorozott hadseregek időszakában, amikor az állampolgáraknak kötelességük volt bevonulni katonai kiképzésre, és aztán utána számított rájuk az ország a háborúkban, ez ugye milliós tömegek hadseregek felállításához vezetett, és ugye ahhoz, hogy a családok kiürültek, a családokból eltűntek a férfiak, először a fiatalabb férfiak, aztán az idősebb férfiak, és bizony a hátország is nagyon élesen érezte a háború hatásait. Ha másban nem is, a munkaerő hiányba, hiszen Magyarország nagy részén a családok nagy része az gazdálkodó életmódot folytatott, ahol szükség volt egy nyári időben, tavasz időben, ősz időben is a munkás kézre a földeken. Szerintem ugye próbáltak a kezdeti időben úgy segíteni, hogy az engedték például aratószabadságra a katonákat a frontról, ugye érdekes volt az élet a front szolgálat, ahol megállt az élet aratás időszakában. Szerencsére azért működött, és aztán később pedig ugye a hadifoglyokkal pótolták, tehát magyar hadifoglyok dolgoztak, Olaszországba, gazdaságokban, nálunk meg olasz, meg főleg orosz hadifoglyok dolgoztak a gazdaságokban. Lényeg az, hogy azért a háború az átszőtt az emberek mindennapjait, és ezt a háborút ezt valahogy már annak idején is le kellett közvetíteni a civil lakosság felé. Ott az első tablón, amit láthatunk, ez a gyermekkönyv is, ami az apropóját, vagy a címét adja ennek a kiállításnak. Az igaz, hogy gyermekeknek írodott, de azért nyilvánvaló dolog, hogy elolvassuk a szöveget, akkor azok a célzások, azok a allegóriák, ahogy megjelennek Európa hadviselő hatalma, és őt a világ hadviselő hatalma, ugye a japánok is szerepet kapnak ebbe, azért az nem az 5-6 éves leporellókat forgató gyerekeknek szóltak, hanem nagyobb részt a szülőknek, akik ebből felolvastak a gyerekeknek. Hát valahogy meg kellett ismertetni a lakossággal is, hogy mi folyik a háborúban. Ezt a célt szolgálták ugye az újságok a maguk híreivel, de ez a képes forma, ez a kicsit karikatúraszerű forma, ez egyszerűen feldolgozhatóvá tette a háborúnak az okait, a háborúnak a történéseit. Talán kicsit profán is az, hogy a ölésnek, tehát a gyilkosság, a háború, az emberölésnek a tombolását ugye lefordítjuk a nagypolitikát egy ilyen karikatúrába, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó választás volt, hogy ez a könyv lett a kiállítás címlapja, mondhatni azt, hiszen mint mondottam, ez volt az a háború, amit nagyon nehéz feldolgozni az embereknek, hogy egyáltalán mi történt, miért történt ez. Ugye más sem mutatja ezt jobban, mint hogy pont az első világháború utáni időszak volt az, amikor megjelennek egész komolyan az különböző izmusok, ugye a kommunizmus, pacifizmus, aztán utána az anarchizmus, aztán később kicsit a fasizmus, tehát mind-mind ezek az izmusok megpróbálnak a filozófia talaján egy kicsit megoldást keresni arra a konfliktusra, arra a válságra, ami az első világháborúba sodorta a világot. Aztán ugye más területeket is láthatunk, ott a vitrínben előkerül ugye a szakrális életnek a különböző megnyilvános, ugye a frontkatonáknak külön imakönyveket készítettek, amit ott hordtak a zsebükben, ugye egyet már láthattunk itt a kiállítás előtt, ami egy sapnagbőt is képes volt megállítani, mire nem jó egy imakönyv, és hogy ott mennyire tárgyalsú formában volt az isteni módviselés, ugye egy református katona zsebében, azért ez egy óriási dolog, vagy nagy bizonyíték azért arra, hogy
nálunk följebb, felsőbb hatalmak is léteznek. Lényeg az, hogy a katonák imakönyvet kaptak, amit aztán utána a harcárokba rendszeresen forgathattak. Tehát az egyház is rákészült mondhatni azt a háborúra, próbálta kiszolgálni a katonákat. Tábori lelkészek ott voltak a katonák között. Ugye több neves püspökünk, például Paul Vilmos is tábori lelkészként szolgált a háborúban. Valószínűleg ennek köszönhette egy kis részben a halálát is, ugyanis ha nem szolgált volna tábori lelkészként, akkor valószínűleg úgy ott abban a győri pincébe, 1945-ben elbújik ő is az asszonyokkal együtt. Ugye tábori lelkész volt, úgy gondolta, hogy a katonáknak tud parancsot adni. Hát tudott is parancsot adni, csak nem mindenkinek. Tehát is még a háborúnak a lefutása. De ugye láthatunk itt egy Jóni Géza kötetet. Jóni Géza azóta is a magyar közéletnek valamilyen szinten az alakja. Járta mindenkinek a Csak egy éjszakára című verse jut eszébe. Jóni Géza is tipikusan a háborús időknek az a elvesztett költője, tehetsége, mint Petőfi Sándor, ugye, aki fiatalon halált ugye egy háborús időszakban, és hogy nem tudja megfutni a pályáját, tehát a félbetör géniusznak lehet a példája, és ugye azóta sem sikerült még, mióta ugye a Krasznojarszkban a hadifogoly tábor temetőjébe eltemették a testvérével együtt, és ugye a mellkasára egy abroncsot raktak azért, hogy aztán később az exhumálás során könnyen felismertő legyen, de hát egészen az első világháború óta csak nem sikerült exhumálni Jónnak a maradványát, és még most is fölmerül azért ennek az igénye. Én reménykedem benne, hogy előbb-utóbb el és sorka is ugye is sikerülni fog. Tehát ez is egy ilyen első világháború 100 éves adóssága a magyar történelemnek, tehát különböző nap figyelmet ez a kötetére ott a vitrínben. Láthatunk a másik részében a vitrínnek nagyon érdekes frontképeket. Azért is különlegesek, mivel az első világháború időszakában a vezérkar mellett működött egy háborús sajtóiroda, ugye Bécsbe. Ahova művészeket vonultattak be, újságírókat, Molnár Ferenc például újságíró volt, Mennyászki volt az egyik képzőművész, aki háborús képeket festett. Csak hogy a háborús sajtóirodának a munkatársait, a sajtófőhadiszállásnak a munkatársait a frontra akkreditálták, de nem engedték őket általában a frontvonalba. Tehát ők elég ritkán kerültek olyan helyzetbe, hogy ilyen háborús képeket tudjanak készíteni, mint ami közül néhányat láthatunk itt a vitrínben is. Ezeknek egy része az nagy valószínűséggel katonák által készült, akik elvitték a frontra a fényképezőgépüket. És ezeket a képeket is egyébként ugye nem véletlenül, hogy rajta van a cenzúra bélyeg, mert engedélyeztetni kellett a parancsnoksággal, tehát a cenzúrával, hogy ezeket egyáltalán kikerülhessenek, ne kerüljenek olyan képek, amik esetleg a civil lakosságban különböző vissza ellenérzéseket szülhetnek, hát amik esetleg mondjuk ellepezhetik a hadsereg által elköltött különböző atrocitásokat, amire sajnos mind a két oldalon sor kerülhetett. Ezek nagyon érdekes fényképek, külön fölhívnám a figyelmet arra, ahol a huszárok föltözött szuronnyal lovagolnak, ilyet még nem láttam eddig, tehát ez egy elég extra kép. A másik oldalon ugye katonaképeket láthatunk, tehát azokat és képes lapokat, gyakorlatilag olyan anyagokat, és ez talán érvényes az egész kiállításra is, mint hogyha fölmennénk a padlásra és szerencsénk lenne, és találnánk egy olyan ládát, amivel valaki az első világháború emlékeit gyűjtötte össze. Nagyon családias ez a gyűjtemény, az ütemény anyag. Még nekem nagyon érdekes volt ugye ez a térkép, a Budapest-Losonci térkép, és ezen pirossal és kékkel 1918-ban bejelölték a demarkációs vonalat, mégpedig azt mondja, hogy itt Balassagyarmat a északra megy, tehát ez még 18 őszén készülhet, tehát ugye 18 késő őszén, novemberében, november-decemberén a cseh alakulatok azok bevonulnak Balassagyarmatra, és ugye egészen a vasútvonalig elfoglalják ezt a területet. Tehát egy 18 őszi hiteles demarkációs vonal térkép, ahol az akkori Linder Béla által vezetett magyar hadsereg, ugye akik a frontról hazajött őszi rózsás forradalmat túlélt katonák demokratikus honvédségen belül megszavazva a napi rendjüket, megválasztva a parancsnokaikat, élték a teljesen anarchikus életüket. És néztek farkas szemet a eléggé motivált cselégióval, akik mögött ugye olasz
meg időnként francia szakértők is álltak kvázi az egész Antant. Nos, akkor készült ugye a térkép. Bizonyos időszakokban voltak ott kisebb nagyobb fegyveres összecsapások, amikben sokszor a polgári lakosság sokkal energikusabban lépett fel, motiváltabban. Csak hogy nekik ugye nem volt egyenruhájuk, csak időnként fegyverük, és ilyenkor a szemben lévő cseh parancsnok átüzent, hogy szereljék le a civileket, mert egyébként komitársának tekinti őket, és kivégezteti az összeset, akik hadifogságba kerülnek, mert őket nem tekinti ugye a harcolófia résztvevőjének, tehát katonáknak. Hát ez egy igazi történelmi ereklye, azt lehet mondani, ebből szerintem nincs sok, nem tudom, hogy honnan került elő, valószínűleg valami vásáron vagy antikváriumban. Nagyon hiteles ereklye. A belső terekben pedig láthatunk tárgyakat is, különböző sakkajelvényeket, ami nagyon érdekes. Ugye az első világháború időszakában hát a minden alakulat megcsináltatta magának a sakkajelvényét. Ugye azzal kezdődött a dolog, hogy rendszeresítették ugye a csukaszürke tábori sakkát a katonáknak. Előírták a huszároknak is, hogy vessék le a színes egyenruhájukat, ők is fogjanak csukaszürke, de ugye szabálytalan a huszárok is megtartották a színes sapkájukat. De ugye a gyalogosoknak is valami valahogy el kellett érni a frontkatonának, az újonc katonáktól, meg a hátországos szolgálóktól. Úgyhogy valószínűleg ennek köszönhető az, hogy az egyes alakulatok megcsináltatták a sapkai elvényüket, amit a sapka oldalán vartak föl, aki több alakulatnál is szolgált, több fronton is járt, az varogatta föl szorgalmasan, akár 4-5 ilyen sapkai elvény is megfért egy-egy ilyen tábori sapkának. Katonákon ezt engedélyezték, vagy hát legalábbis nem tiltották ezeknek a használatát. Most a jelvénygyártóknak ez egy rendkívül jó üzlet volt, ugyanis aztán utána ebből készültek el emlékjelvények különböző hadjáratokról, különböző frontokról, nagy parancsnokságok, adott hadtesteknek az emlékjelvényei. Sőt, ugyanaz az ezred az több sapkajelvényt is gyártatott különböző időszakokból. Úgyhogy ebből nagy ütemények jöttek össze, de a jelvényipar egyébként az első világháború időszakában rendkívül aktív volt, ugyanis külön fajtát képeztek, vagy külön csoportot képeztek a jelvények között, úgynevezett patrióta jelvények, amiben aztán belefért minden, tehát a Ferenc József arcképtől a négy részes patrióta jelvényekig, amiben az összes szövetséges fő volt, tehát ott voltak a törökök, a németek, az osztrák, magyarok, ott voltak a bolgárok, uralkodó képmással, és ugye ezeket a jelvényeket a civil lakosság tagjai, férfi emberek, idősebb férfiak előszeretettel viselték a kabátjukon, az akkójukon. Tehát a jelvény egy nagyon fontos propaganda eszköz volt ebben az időszakban. De ott látunk a tárgyak, tehát a tárlóban lévő tárgyak között ugye az egyik legismertebb hadi kitüntetést, a Károly csapatkeresztet, amit azt hiszem, hogy 7 heti vagy 30 heti frontszolgált után lehetett már kapni, tehát egész rövid frontszolgált után már hozzájuthatott egy katona, de jelezte azt, hogy ő azért mégiscsak volt a fronton, és ez volt a legismertebb jelvény. Látunk ott egy kulacsot, ami tipikus darabja, ugye az ománcozott kulacs, ami tipikus darabja az akkori katonai viseletnek. Tehát ugye a tárgyak is, és ugye mondtam azt a szövegem elején, ugye, hogy közben, hogy tulajdonképpen ezek a tárgyak ugye a hátországot hivatottak bemutatni, tehát gyakorlatilag ez a tárgyegyüttes, ez tényleg olyan, mintha valahonnan előkerült volna, akár egy családtól előkerülhetett volna ez a tárgyanyag. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy kicsit úgy fölhívás is ez a kiállítás arra, hogy mindenki nézzen szét otthon a házába, a sublót, fiókba, egyéb más helyen, mert van rá esély, hogy vadlásra előkerülhet bizony egy olyan doboz, ahol annak idején nagyapa nagymama összerakta az első világháborús tárgyakat. Ugyanis a családok története ezekben a tárgyakban él. Tehát ott látunk egy frontnaplót, vagy egy hadinaplót. Egy idő után a katonák nagy része az késztetést érzett arra, hogy leírja ezeket az élményeket, hogy majd utána legyen még emlékezni, meg valahogy el tudja mondani otthon a családnak. Ugye a levelek az elég ritkán jártak a frontról haza, tehát egyszerűbb volt a naplót írni a fronton. Ezek a frontnaplók ezek ott rejtőzhetnek még a fiókokban, a nagymamánál több helyen. És a mai kor hadtörténészei számára ezek elsődlegesen fontos forrásokat jelentenek, hiteles forrásokat. Ugye ezek szubjektív visszaemlékezés, amikor egymás mellett tudunk rakni 4-5 frontnaplót hadi jelentésekkel, olyan kis részleteket megörökítettek annak idején a katonák, amik gazdagítják a történelmi tudatot. Tehát most legalább itt a 100 évvel elteltével nézünk körül otthon, hogy milyen ilyen kis tárgyak vannak.
És hogyha találunk ilyet, akkor megültessük le a gyereket magunk mellé, és kezdjünk el neki mesélni róla, hogy ez mi legyen. Kicsit járunk utána persze, és ha már tudjuk, hogy miről van szó, akkor mondjuk el neki ezt, hogy a nagyapád harcolt az első világháborúban. Ez nagyon fontos, hogy ezt a tudást továbbadjuk. És ezzel is ugye segítsük azt, hogy ezt a háborús sokkot, amit még az első világháború volt, hogy okozott, azt próbáljuk feldolgozni itt az utókorban, a következő nemzedékekben. Ugyanis ez a háborús sok, ez talán segíthet abba, hogy elkerüljük az újabb háborút. Ugye mi egy olyan nemzedék vagyunk, akik szerencsére, legalábbis én például azokhoz tartozok, akik nem élték meg a háborút, tehát akik békében nőttek fel, és én csak egyet tudok igazán remélni, hogy a mi gyerekeink is békében fognak fölnőni, tehát nem részesülnek ebbe a borzalmas állapotban, amit egy háború időszakában a családoknak, a civil lakosságnak át kell lenni, leginkább meg amit a katonáknak is ugye a fronton. Tehát ez szükség van ezekre a kiállításokra, hogy megmaradjon az emléke, de csak emlékszinten maradjon meg a háború. Úgyhogy ehhez kívánok mindenkinek jó nézelődést itt a kiállításon, megismerkedni a kis tárgyakkal. Azt, hogy mindent olvassanak el, minden szöveget, mert ott rejtőzik az igazságban. Próbálják kitalálni, hogy melyik tárgy miről szól, megéri, szánják le azt a egy órát, fél órát, kinek mennyit, és járjanak végig. Nagyon érdekes az a kiállítás, úgyhogy én is ezt fogom most tenni, úgyhogy megnyitom a kiállítást. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm, és még egyszer köszönöm Sivók Zoltánnak és Sejli Péternek, hogy elhozta ezt a kiállítást nekünk, és hát Viseller lakói ebben az évben egész jövő év elejéig ezzel ismerkedhetnek és nézegethetik. A hivatalos megnyitó ezzel azt gondolom, hogy véget ért. Mindenkit arra kérek, hogy ne siessen el. Készültünk egy kis üdítővel, borral, pogácsával. Nézzék meg a kiállítást még egyszer, ahogy mindig is volt, egy kicsit böngészék el a tablókat, de hát beszélgessenek is, mindenkit szeretettel állunk, és köszönjük szépen még egyszer. Köszönjük szépen. Látlak én téged többé, soha-soha sem, hiszen te látod, te érted, könnyes a szemem. Nevemet hiába mondod, könnyedet hiába ontod, arcok mezején. Valahol te tőled távol, ott, ahol senki sem gyászol, ott halok meg én. Nevemet hiába mondod, könnyedet hiába ontod, arcok mezején, valahol te tőled távol, ahol senki sem gyászol, ott halok meg én. Egy tenyérnyi zöld hely puszta síromon, elesett katonák teste lesz a vámkosom, ahová le fognak tenni, síromra nem borul senki, senki, aki él. Tavasz sem fakaszt rám zöldet, elhordja rólam a földet, messze majd a szél. Ahová le fognak tenni,
síromra nem borul senki, senki, aki él. Tavasz sem fakaszt rám zöldet, elhordja rólam a földet, messze majd a szél.